Mozgalmas szezonon van túl Sitku Márton, a Nyíregyháza Blue Sharks 18 éves játékosa. A közel 2 méter magas kosaras a felnőtt csapatban az alapszakaszban 24, a rájátszásban pedig 7 mérkőzésen lépett pályára. Emellett meghatározó embere volt a junior bajnokságban 3. helyen végző csapatnak. És ezzel még nincs vége a szezonnak, mivel Marci a jövő hét elején Székesfehérváron csatlakozik a Forrai Gábor által irányított U18-as válogatotthoz. Szeretek nagyon oda menni, mivel mindenkivel úgymond jó vagyok, a csapategység elég jó ott, és igazából egy elég kemény felkészülés lesz, kevés pihenő van benne, lesz sok edzőmeccsünk, Kecskeméten és Székesfehérváron, várom nagyon a felkészülést. Az U18-as válogatott csapatvezetője Sitko Ernő lesz. A Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója második alkalommal tölti majd be ezt a tisztséget a nemzeti csapat mellett. Bele kell tanulnom abban, hogy milyen csapatvezető pontos feladata, de úgy gondolom, hogy az első évben, a tavalyi évben, amikor Tallinnban képviseltem a csapatot, talán megfelelőképpen helyt tudtam állni. A lényeg, hogy képviselni kell a csapatot. Diplomáciai feladata van a többi csapat vezetőivel, kell bizonyos dolgokat egyeztetni, illetve a technikai értekezleten a csapatvezető szokott ott lenni, és a csapatvezető képviseli a csapatot, de természetesen szeretnék egy picit többet is adni, hiszen azért kosárlabda múltam is van, úgyhogy ha a srácok fordulnak hozzám bármilyen tanácsért, akkor szeretnék ebben is segíteni, ezt majd meglátjuk, hogy tudok-e vagy sem. A B-divíziós Európa-bajnokságon a magyar válogatott a csoportmeccseken Ausztria, Belgium, Észtország, Grúzia és Azerbajdzsán ellen lép pályára. Minden válogatottnak változik a kerete. Az U16-hoz képest a mi válogatottunk is megváltozott, több fiatal játékosunk is van, és nyilván ez a többi országra is jellemző lehet, de bizakodóan várjuk, és a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni. Az Európa-bajnokságot július 27-e és augusztus 5-e között rendezik a macedóniai Skopjéban.